Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városi Sportcsarnokban, Csolnai Csabával beszélgetünk, hiszen javában zajlanak az asztali tenisz versenyek. Hány versenyző és hány napos ez a verseny, hiszen ma már itt a utolsó napon vagyunk itt, de úgy tudom, hogy két napja már javában itt vannak a versenyzők. Augusztus 17-én és 18-án egy nagy nemzetközi versenyt rendeztünk, ez volt a 23. Szent István Kupa asztali tenisz verseny, ami ugyan Szolnok indítatású, de az utóbbi három évben már Karcagon rendeztük, nagy örömünkre egyébként, hiszen nem mindegy, hogy egy városnak milyen rendezvényei vannak, és ez valóban egy nagyon színvonalas és egy szenzációs mérkőzéseket hozó rendezvény volt. Hát ami még ezen kívül is fontos, hogy közel 90 vendégéjszakát kötöttek le Karcagon erre a kétnapos versenyre, elsősorban a külföldi versenyzők. 6 ország versenyzői szerepeltek, anélkül, hogy felsorolnám, egészen Angliától, Skóciáig, ahonnan már egy visszajáró társaság van egyébként, mert szeretik ezt a versenyt. Románia, Szerbia, Németország, Ausztria, ahonnan részt vettek ezen a versenyen, és mindenhonnan az élvonal versenyzői, ugyanői, mint a férfi a sportágban, illetve az első napon, szombati napon, utánpótláskorú versenyzők szerepeltek. Szintén szenzációs játékkal öröm volt látni, hogy 8-10 éves gyerekek már hol tartanak. És akkor most pedig a Karcagi Kupa zajlik. Mit kell tudni a mai napról, hiszen gondolom, hogy ebben a nagy melegben azért nem is igazán egyszerű játszani, hiszen érezzük, hogy azért nagyon nagy meleg van itt a csarnokban. Hát ülni is meleg van, nemhogy játszani. Végül is egy picit alacsonyabb a létszám, mint amire számítottunk. Elsősorban a utánpótláskorú gyerekeknél. Ez egyébként a második alkotmánykupa rendezvény, vagy asztali tenisz verseny, amit tavaly indítottunk. És tudjuk azt, hogy a kezdeti időszakban nem mindig sikerül úgy, ahogy szeretnénk, de ahogy megszokják majd a környékbeli versenyzők, asztali teniszezők, így a mi versenyeink is mindig jobbak és kedveltebbek lesznek. Most pedig a felnőttek verseny zajlik, női, férfi. A csoportban itt már azért kedvezőbb a részvétel, közel 40 fő szerepel most a délutáni versenyeken. Hát eddig is a csoportmérkőzéseken rendkívül szoros mérkőzések voltak. Hát van néhány kiemelkedő, valószínű, hogy közülük kerül majd ki a későbbi győztes. Bízunk benne, hogy további színvonalas mérkőzések lesznek, és a délután hátra levő részében még lesznek a páros mérkőzések, és akkor hirdetünk majd eredményt. Látjuk azért a korosztályban is, hogy vannak idősebbek, tehát ilyen 70-en túliak is, vannak fiatalok is, tehát ez tényleg mindenkit megmozgató verseny. Az a törekvésünk, hogy az utánpótlás mellett, hiszen az alapvető feladat és fontosságú, biztosítsunk lehetőséget az amatőröknek is, hiszen náluk kevés a verseny, de nagyon szeretnek egyébként versenyezni. Látszik ez abból is, hogy a környékből tulajdonképpen minden nagyobb településről érkeztek versenyzők, és hát ez már egy nagy család tulajdonképp, és nem csak egymással játszanak, hanem így kimozdulnak abból a körből, és ezt nagyon szeretik. Nem tudom, hogy volt-e csak a jegyzőkönyvezette, vagy volt-e ideje játszani, vagy inkább most csak a verseny szervezője szerepét vállalta? Hát a játékra most nincs idő, hát felügyelni kell a versenyt, azért mindig van egy-két kérés, amit teljesíteni kell, hiszen úgy érzik jó magukat a vendégek, ha ki vannak szolgálva teljes egészében. Én azt kívánom, hogy legyen még itt van néhány versenyző, aki még játszik. Nagyon szoros verseny, és akkor találkozunk jövőre is a harmadik Szent István Kupa versenyen, és legyen megint nemzetközi verseny Karcagon. Köszönjük a jó kívánságokat, arra törekszünk, hogy minél több nagy és színvonalas verseny legyen Karcagon, hiszen az, hogy a csapatunk már ősztől az MB2-ben játszik, ez kötelez bennünket arra, hogy annak megfelelő színvonalak legyenek a versenyek is. Akkor önöknek pedig az következő őszi szezonban sikereket kívánunk, és hát kitartást ebben a hőségben még a hátralévő versenyhez. Köszönöm szépen, szeretettel látjuk a Karcag TV-t majd bajnoki mérkőzéseken is, hiszen az MB2 az már egy olyan színvonal, amit el lehet hosszabb ideig is nézni, még azoknak is, akik mondjuk nem ismerik különösebben az asztali teniszezőt.
És hát így lesznek szakavatott nézők, hiszen azért mindig lehetőség van arra kommentálni, meg esetleg beavatni azokat, akik később kedvet kapnak. És így lesz utánpótlásnak is utánpótlásra, gondolom, hogy ez is egy fontos szempont önöknek is. Ez pontosan így van, hiszen volt már egy közvetítés, aminek egészen nagy visszhangja volt, nem is gondoltam, hogy az olyan sokat jelent. És hát valóban így van, hogy az utánpótlás korúak most jelenleg egy 10-12 fő, majd az iskola év kezdetével megnövekszenek, már megnövekszik a létszámuk, és akkor megint lehet szelektálni, mert karácsonyra mindig eldől, hogy ki az, aki tehetséges, meg akinek van szorgalma és kitartása ehhez a sporthoz. Hát akkor önnek ehhez jó szemet kívánok, és azt, hogy minél több karcagi érjen el sikereket a következő szezonban. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen a kívánságokat!